Még akkor átsétálunk, mert már itt ül nálunk Berkes László, aki a 2016-os évben ugye te lettél az év edzője testépítésben és fitnessben is, és egyébként Szia. Is te vagy ugye a Testépítők Szövetség kapitánya, hogyha jól tudom. Üdvözlöm a kedves nézőket. Igen, igen, még mindig jól tudok, Krisztián. Igen, most lesz majd tisztségújítás, de hát gondolom marad, remélem maradok. Valószínű, hogy maradsz. Érdemeimre való tekintet. Az év edzőjeként gondolom maradsz szövetségkapitány. Viszont azt bocsánat, is szakágvezető. Szakágvezető, így van. Nálam kapitányt jelent, viszont most volt a Lacinak a születésnapja. Hány születésnapod volt? Hát maradjon köztünk, ugye 41, de mondjuk mindenkinek, hogy 32. 32, jó. 42, ehhez is akkor gratulálunk. Köszönöm szépen. Viszont mennyire nehéz, vagy mennyire könnyű, úgymond a ti életetek, ilyenkor januárban, amikor is hirtelen rengetegen úgy gondolják lelkiismeretből, hogy vesznek fitnessbérletet és ellátogatnak a terembe, vagy úgymond vannak új célok, új kihívások. Fogadalmak. Ezt mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz nektek kezelni? Ilyenkor ugyanúgy, mint az edzőtermeket, megrohanják az edzőket, az életmód tanácsadókat az emberek, mert mindenki kitűz magának új célokat az új évbe. Na most ezek a célok el szoktak múlni általában egy hónap alatt, amikor rájönnek az emberek, hogy ezeket nehéz betartani, hogy ezekért szenvedni kell, ez nem eheti azt akkor, amit akar, nem mehet oda akkor, amikor akar, hanem ezért edzeni kell. Bocsánat, csak szeretnék egyetlen mondatot mondani, hogy a ma délelőtti szakértőnk is ezt mondja, hogy látod, a komfortzónádon kívülre kell kerülni a 2017-es évben, úgyhogy nem szabad feladni. Hát, hogyha valaki változtatni akar, és sikereket akar elérni, akkor mindenképpen ki kell lépni a komfortzónából, át kell lépni úgymond egy küszöböt. És ami nagyon fontos, hogy ez egy életmódváltást jelent. Tehát, ha kitalálja valaki mondjuk, hogy ő szeretne fogyni 20 kilót, akkor az nem fog úgy menni, hogy csak a kaját veszi vissza, vagy csak az edzésbe kezd foglalkozni, és mellette kajál ugyanúgy rosszul, ahogy eddig. Tehát komplexen az egész életvitelét meg kell változtatni. Én megkockáztatom azt, illetve hát az én tanítványomnak mindig azt mondom, hogy az életvezetést is meg kell változtatni, tehát a napi beosztásunkat, a bioritmusunkat, az alvást, mindent alá kell rendelni annak a célnak, amit kitűzünk magunk elé, mert máskülönben nem vagyunk elég céltudatosak, akkor nem fogjuk elérni ezt. Tulajdonképpen a féle coach szerepet, vagy mondjuk pszichológus szerepet is be kell tölteni bizonyos helyzetekben, nem? Amikor azt mondja neked a delikvens, hogy már pedig én most abba hagyom, mert elegem van abból, hogy nem ehetem meg azt a nem tudom, krémest, amit meg akarok enni, és nincs kedvem többet lejárni az edzőterembe, akkor kell ott állj mögötte és azt mondani, hogy de komán meg fogod csinálni. Mert nagyon szépen köszönöm a kérdést, mert ez valóban úgy így van. Ugye edzőnek lenni nem azt jelenti, hogy számoljuk, hogy hány ismétlést csinál a delikvens, akit éppen gyilkolni akarunk. Nagyon sokan összetévesztik ezzel. Rengeteg, nagyon divatos mostanában személyi edzőnek lenni, rengetegen foglalkoznak ezzel, de azonban nem látják át, hogy ugyanúgy, mint ahogy az életmódváltás, az edzősködés is egy komplex folyamat. Tehát én nekem lelkileg fel kell készítenem arra a szemét, hogy ő neki most miről kell lemondani, és hogy ezért milyen előnyökhöz juthat, és ezen az úton, amire ő rálépett, nagyon nehéz rajta tartani. Tehát folyamatosan, mint egy pszichológusnak szinte nekem a lelkére kell beszélni, és hát minden ember más. Van, aki de ha fel akarja adni, akkor te azt mondod, hogy felteszem a kezem, menj, merre szeretnél, vagy pedig azt mondod, hogy már pedig ide jöttél hozzám, és az a célunk, hogy, és meg fogjuk csinálni. Természetesen azt mondom, egy bizonyos határig, hogy most megcsináljuk, legyen kitartásod, ha már egyszer kitűzted magad elé, akkor járjuk végig ezt az utat, de hát van, akivel nem lehet ezt elhitetni, tehát varázsló én se vagyok, és csodát nem tudok tenni, nem tudom átprogramozni az embereknek a fejét. Mindenképpen, ahogy mondtam, megpróbálom ezen a jó úton tartani őket, de van, akit nem lehet. Mennyire, van, akit könnyebb, van, akit nehezebb. Mennyire nehéz azzal, hogy azt kezelnetek, hogy mondjuk általában az emberek türelmetlenek, tehát amit mondjuk 30 éve felszedett makacs zsírréteget, azt ő mondjuk 3 hónap alatt szeretni onnan valahogy levarázsolni magáról. Igen, ez így szokott lenni általában, nagyon jól mondod, hogy valaki mondjuk 20 évesen kikerül az oktatási rendszerből. Tesi óráknak vége van, és onnantól ő nem sportol, nem csinál semmit. Majd ugye 40 évesen jön egy törés az életébe, vagy 35 évesen, nem tudom miért a 40 jutott most eszembe. És hát
belenéz a tükörbe, hú, én szeretnék jobban kinézni, szeretnék feszesebb feneket, szeretnék feszesebb bőrt, izmosabb lenni, kerekebb lenni, és hát azért nem kell, nem szabad azt hinni, hogy most a 20 év fenyélést az be lehet hozni. Nagyon sokan esnek ugye abba a hibába, hogy túledzik magukat hirtelen, mert akkor lemennek a terembe, és akkor egy héten aztán minden nap mennek, mindent beleadnak, aztán utána jelentkeznek a túledzettségnek a tünetei, ugye álmatlanság, levertség, rossz kedvűség, és hát ezért ugye könnyű lesz feladni. Másrészt pedig hát nem is bírja a szervezet, tehát lehet, hogy az ízületei mondják föl a szolgálatot. Mindenképpen egy fokozatosságot kell tartani. Tehát ha valaki nem sportolt 20 éven keresztül, akkor nem szabad rögtön fejest visszaugrani a mélyvízbe. De hogy egy kicsit a másik oldalt is példázzam, felszálltam a szobabiciklire. És... Levetted róla a szennyest? 30 perc intenzív tekeréssel 5 kilométert tettem meg, 200 kalória égett. Hát az semmi. Hát az kettő, nem tudom, mondjuk egy 4 deci juice. Azért ez nem így van teljesen, mert oké, hogy ott akkor abban a pillanatban elégetsz te 200 kalóriát, de az egész alapanyagcserédet pozitívan befolyásolja ez a mozgás. Fölgyorsítja az anyagcserédet, és ennek az egész napra kiható hatása van. Tehát te egy kicsit magasabban fogsz pörögni, főleg ha ezt reggel csináltad, az egész nap folyamán több kalóriát fogsz égetni. Aktívabb lesz. Igen, a kávé mint dopping segített ebben. Laci, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad. Én nagyon szépen köszönöm. Kívánjuk, hogy akik 2017-ben fogadalmat tettek, azok be is tartsák. Köszönjük, hogy itt voltál, úgyhogy rajtad a soronát, jó? Pattanjon mindenki szobabiciklire. Legalább arra. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen.